A kuflik és a végtelen sál. Reggel a behavazott rét fehér volt és néma, mint egy üres rajzpapír. Zödön bánatosan köhincsélt a kufli kupac tetején. Beteg vagy? Érdeklődött Pofánka. Csak a hideg téli szél kaparásza a torkom. Miért nem hordasz sálat? Kérdezte aggodalmasan Hilda. Mert nincs. Elhagytam és nem találom sehol. Azt nem csodálom! Bólogatott Béla. Egy bojtos sapka sokat mesélt nekem az elhagyott holmik földjéről. Híresen vidám hely! Akárhogy is van, Zödönnek mindenképp kell egy sál. Na igen, de honnan? Ha esetleg akad is sálbokor az elhagyatott réten, ilyenkor biztos nincsen rajta termés. Meleg sálat puha fonálból kell kötni. Azzal hopp, Hilda el is tűnt az üregében, ahonnan kisvártatva egy nagy kosárral tért vissza. Hú, de szépek! Mit szólnál egy klassz csíkos sálhoz? Kedvenc színem a csíkos. Találjuk ki, milyen színű csíkjai legyenek. Sörke! Mi lenne, ha kufli csíkos lenne az a sál? Az meg milyen? Az első csíkja zöldön zöld, a második Pofánka piros, a következő Titus sárga, aztán egy Hilda lila, egy Valérkék, egy Béla bábarna, meg egy Fityirc szürke. Ez annyira megható. Azzal kötni kezdte a sálat. Ez a rész most nem lesz túl érdekes. Amíg Hilda kötöget, mi énekeljük el a csicsat, csicsat, kötöget a bálna kezdetű dalt. Csicsat, csicsat, kötöget a bálna, bár hát ebben van ügyesebb nála. Két nagy tűvel kötöget egy sapkát, mindegy, mondja, kicsi lesz vagy nagy rá. Csicsat, csicsat, kötöget a bálna, bár hát ebben van ügyesebb nála. Tök jó, dudorászik vígan, hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Csicsat, csicsat, kötöget a medve, mert nem tudja, hogy ügyetlen benne. Össze-vissza döfögett a tűvel, rossz ránézni, olyasmiket művel. Csicsat, csicsat, kötöget a medve, mert nem tudja, hogy ügyetlen benne. Poppás, poppás, dudorászik vígan, hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Azt hiszem, nincsen tovább. Szerintem nézzük meg, elkészült-e Hilda? Jól haladok. Most végeztem a Titus sárga csíkkal. Végeztél? Hiszen ez a csík jóval keskenyebb, mint a Pofánka piros. Csak egy kicsit keskenyebb, viszont sokkal élénkebb. Ah, ez akkor sem ér. Ilyen alapon a Fityirc szürkének kéne a legszélesebbnek lennie. Felőlem, szó se róla. A legszélesebb csík a Béla bábarna legyen, mert ő a legöregebb közülünk. És tessék, most Pofánkája a legszélesebb, pedig ő itt a legfiatalabb. Tévedés! Én vagyok az! Gyerekek, mi ütött belétek? Hát úgy viselkedtek, mint valami gyavajás, tanulságos történetben lennék. Miért? Mi volna itt a tanulság? Nem is tudom. Csúnya dolog az irítség, vagy valami ilyesmi. Jaj ne! Akkor inkább mindegy is, hogy milyen lesz a sál. Hehe, na ugye. Megígérem, hogy mindegyik csík pont elég széles lesz. Csak hagyjatok végre kötni. Há. Hirtelen, eszembe jutott, hogy még van két strófája a dalnak. Csicsat, kötöget a tigris. Ember túl jó, biztos ezért liszt is. Mindegy, mondja, őzikének készül, egyet nyugkan, jönnek eszem végül. Csicsat, kötöget a tigris. Nem megy túl jó, biztos.
biztos ezért hiszt is. Hejhó, hejhó, dudorászik vígan. Hidd el, kérlek, nem hazudok így van. Csicsat, csicsat, kötögött a róka. Írtó béna, bár nem tehet róla. Már most látszik, ronda lesz az okni. Nem baj, mondja, meg lehet a szokni. Bingo, bingo, dudorászik vígan. Hidd el, kérlek, nem hazudok így van. Így van. Elkészül. Milyen hosszú! Azzal oda nyújtotta a sálat Zödönnek. Gyönyörű. Majd a nyaka köré tekerte, és tekerte, és tekerte, és tekerte. Kicsit túl hosszú egyetlen kuflinak még akkor is, ha ez a kufli Zödön. Legyen ez egy közös sál, majd együtt fogjuk hordani, amikor telente kint üldögélünk a kupac tetején. Persze azonnal ki is próbálták. Puha volt, meleg, és mindenkit körbeért, még fityércet is. A kuflik és az akármi. Bágyat őszi délután volt az elhagyatott réten. Egykedvűen sárgultak a füvek. Titusz fütyörészve toporgott a kupac tetején. Egy darabig nézelődött, aztán úgy gondolta, körülnéz kicsit a réten, hát ha talál, nos hát, akármit, ami kicsit is érdekesebb a kupac tetején ácsordásnál. Elugrált egy halkan krákogó szivacsbokor mellett, és már épp a csalóka csalitos felé indult volna, amikor belebotlott fityércbe. No csak, Titusz, mert mit keresel erre, ahol a kanyar kuvik se jár? Nem is tudom, akármit, mondta meg a vállát Titusz. Jó helyen jársz, az akármi, az pont erre fele van. Gyere, megmutatom. Miután átugráltak egy vidáman illatozó pomádéligeten, megálltak egy görbe faágakból rót kerítésnél. Akármi. Nyitva reggeltől estig. Oda bent egy mici sapkás baflag üldögélt egy kempingasztal mögött. Szervusz! Megnéznénk az akármit! Jó, hogy jöttek! Ma alig vannak látogatók! Mondta a baflag. Négy bicsik bogyó a belépő! Hogy belépő? Tudtommal az elhagyatott réten semmiért sem kell belépőt fizetni! Ez egy kiállítás! Itt kell! Mondta a baflag. Ne idegeskedj! Súgta barátjának Fityirc, majd találomra felszedett a földről négy ráncosra száradt bütyökbogyót, és a baflak kezébe nyomta. Az letépett két láthatatlan jegyet egy nem létező jegytömbről, majd átnyújtotta őket Fityircnek. Az esvény végén, a kőkupac után, rögtön jobbra. Jó nézelődést! A kuflik végig szögdécseltek az ösvényen, aztán befordultak jobbra, ahogy a baflag mondta nekik. Itt volnánk! Ez biztos? Igen! Nem is tudom. Te milyennek látod? Nehéz volna azt mondani rá, hogy szép, ahogy azt is, hogy csúnya. Valahol a kettő között. Én nem ilyennek képzeltem. Végtére is egy akármilyen lehet. Szerintem pont úgy néz ki, mint egy közönséges rét.
ez biztos azért van, mert ez egy rét alakú akármi. Há, nem értek hozzá, de én valahogy jobban szeretem a szórakoztató akármiket. Ez csak rajta múlik. Szólalt meg ekkor a hátuk mögött egy ormányos flömd. Ezt hogy érted? Tényleg, hogy mennyire szórakoztató. Egy akármivel akármit lehet kezdeni. Ez köztudott. Ezzel például mit? Ez egy rét alakú akármi, úgyhogy egy csomó dologra jó. Mondjuk, bukfencezni rajta? Vagy fekvőtámaszozni? Találgatott Titus. Például. És szögdelős elkapdósósat játszani? Miért is te? Próbáljuk ki! A flömd eleinte kicsit lassúnak bizonyult, de aztán belőtt. Várulra maradt! Ezt meg hogy érted? Bezárom a kiállítást. Miért nem lehetünk itt akármeddig? Sajnálom. Ha ennyire tetszett, gyertek holnap is. Kár, hogy már is mennünk kell. Idejét nem tudom, mikor játszottam utoljára szögdelős elkapdosósat. Elféléket otthon is játszhatunk. Tudom, de itt most valahogy mégis egészen más volt. A kuflik és a flömd elindultak hát hazafelé. Sajnos ritkán járok a kupacatok felé, pedig tényleg jó lenne gyakrabban összefutni. Nem csak így kiállításokon. Akkor majd beszélünk, mondta Titus, és elindultak hazafelé. A két kufli jókedvűen szögdécselt a sötétedő réten át. Közben vidáman diskuráltak. De mivel a szél is fütyörészett, távolabbról nem nagyon lehetett érteni, hogy miről beszélnek. Talán erről, talán arról, de a legvalószínűbb az, hogy akármiről. Az igazi fák sosem horkolnak. Az elhagyatott réten szerdánként van a bujócskázás világnapja. Persze csak azokon a szerdákon, amikor mindenkinek van kedve hozzá. Na, ez pont egy ilyen szerda. 10-ig számolok, aztán megkereslek benneteket, mondta a többieknek Valér, mert éppen ő volt a hunyó. Zödön, Titus, Pofánka, Hilda, Fityirc, meg... Béla bá gyorsan elindult hát búvóhelyet keresni. Egy! Zödön gyorsan eltűnt egy foltos lepénybokor rejtekében. Titus a sárga mészköpő fűben keresett menedéket. Kettő! Pofánka bemászott egy nagy réti zselé cserje mögé, Hilda megpróbált olyan lenni, mint egy vadpadlizsán. Három! Fityirc pedig a csőlakó kavics kukacok között igyekezett észrevétlenné válni. Négy! Már csak szegény Béla bá állt tanácstalanul az elhagyatott réten. Hová bújjak, hová bújjak? Tépelődött magában. Et! Szerinted mihez hasonlítok a legjobban? Kérdezte egy araszögdécselő lábos csigától. Hát, lássuk csak... Leginkább talán egy öreg kiszáradt fára emlékeztetsz. Valami kedvesebb is eszedbe juthatott volna. Sóhajtott Béla bá. De azért köszönöm a segítséget. Hat! A csiga elhúzott egy dúsan termő mezei csipeszbokor felé. Béla bá pedig gondolkodni kezdett, mit csináljon, hogy tényleg úgy nézzen ki, mint egy öreg fa. Három ötlete támadt. Rövid töprengés után a másodikat választotta közülük. Keresett is gyorsan egy megfelelő ligetet. Ha ügyes leszek, így biztos nem talál meg Valér, gondolta. Aztán megpróbált úgy csinálni, mintha egy volna az árnyas kis liget fái közül. Hét! Nyolc!
Nem bírom a szerdákat. Szétmegy a fejem ettől a hangzavartól. 9 és 10. Fejezte be Valér gyorsan a számolást, mert nem szívesen vitatkozott varázsgombákkal. Aki bújt, aki nem, megyek! Borzasztó! Először pofánkát találta meg, aztán zödön, majd Tituszt, és Hilda. Legutoljára pedig Pitérce. Csak Béla bá nem volt sehol. Elég fárasztó dolog fának lenni, gondolta közben Béla bá ligetben, mert már is kezdtek elzsibbadni a karjai. Nagyot ásított, aztán váratlanul álomba merült. Álmában igazi fa volt. Mindenfelé friss levelek zöldeltek rajta. Az odujában egy vicsormókus lakott. Ágai között pedig egy öreg borosta pók szövögette hálóját. Göcsörtös gyökerei alatt egy szőrmók vakarc, ráncos kérgén pedig néhány recskeszú, más néven pohos résbogár vert tanyát. Úgy érezte magát, mintha egy nagy ház lenne, sok boldog lakóval. Amikor túl meleg volt, árnyékot adott lakóinak. Ha meg éppen esett az eső, lombja alatt keresett menedéket az elhagyatott rét sok-sok lakója. Egy napon aztán egy kék tollú nyihánc költözött a lombjába megbúvó fészekbe. Megvagy! Milyen kár! Mondta álmos hangon Béla bá. Már éppen kezdtem elhinni, hogy igazi fa vagyok. Igen ám, csak hogy az igazi fák sosem horkolnak. Tőled meg visszhangzott az egész elhagyatott rét. Hazafelé menet Béla bá elmesélte a többieknek a vicsormókust, a borostapókot, a szőrmók vakarcot, a recskeszúkat, meg a kék tollú nyiháncot is. Lehet, hogy álmunkban sokkal érdekesebb volna bujócskázni, mondta Valér. De jó, akkor én igazi vadpadlizsán lehetnék. Ábrándozott Hilda. Szerintem rögtön ki is próbálhatnánk. Ásított zödön. Elég fáradtak voltak, így ezzel az ötlettel mindenki egyetértett. Le is heveredtek mind a finom napsütötte fűbe. Ki lesz a hunyó? Kérdezte pofánka. Aki legelőször elalszik, mondta Titusz, azzal lehunyta a szemét. A többiek sietve követték a példáját. Talán mondanom sem kell, kisvártatva az összes kufli édes deden aludt. Aztán már csak a nap bujócskázott odafent a felhők között. Eltűnt, felbukkant, eltűnt, felbukkant, újra és újra, még a bujócskázás világnapja egyszer csak véget nem ért. Vajon ha egy fa álmodja azt, hogy ő egy kufli, akkor sem horkol? Egy zacskó izé Titusznak. Ez valamikor nyár végén történt. A sárga nap, mint egy nagy forró lepény gurult lassan az elhagyatott rét felett. Tudja valaki, milyen nap van ma? Zsiványadika. Augusztus akárhányadika. Az nem tegnap volt? Nézett rá bizonytalanul Fityérc. Nem, rázta fejét Hilda. És ez bizony azt jelenti, hogy ma van Titus születésnapja. Megint? Csodálkozott Fityérc. Tavaly is volt neki. Egyeseknek minden évben van születésnapjuk. Van akinek több is. Nekem például 3. Akkor viszont meg kell ajándékoznunk Tituszt. Mondta Valér. Még szerencse, hogy éppen bogáncs focizni ment a sünökkel,
Van időnk kitalálni, hogy mit adjunk neki? Ezek a dolgok jutottak az eszükbe. Nem is tudom, mondta Béla bá. Biztos, hogy örülne az e féléknek. Talán, ha mindenki körülnézne otthon. Hát, ha előkerül valami. Pont ezt csináltuk az előző mesében is. Nem lesz ez unalmas. A keresgélés ezúttal szerény eredménnyel járt. Semmi. 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 Egy vigyó. Egy zacskó mag. Tehát egy zacskó mag, állapította meg Hilda. Ez több, mint a semmi, de kevesebb, mint a valami. Ingatta a fejét Fityérc. Ajándéknak nem sok, mondta szomorúan pofánka. Az attól függ, szólalt meg ekkor Valér. Egy zacskó közönséges mag tényleg nem nagy dolog, ám egy zacskó különleges. Ez bármi lehet. Tavaszi kukackalap, náthafű, esetleg réti szőrvirág. Vagy sárkányburiga, mondta pofánka. Annak épp ilyen a magja. A sárkányburiga vérmes medvék lakta zordvidékeken, honos. Hogy került volna az elhagyatott rétre egy egész zacskóval? Az is lehet, hogy ez nem sárkányburiga magja, hanem őserdei majomkaromé és egy félszemű kalózkapitány hozta zödönnek a messzi téltengerekről. Egy kalózkapitány. Talán inkább mégis az uszmarás rozmárfa bogyója lehet. Pillantott a zacskóba Fityérc. És egy kedves oroszlán fókától kaptad ajándékba, nem? Se kedves, se kedvetlen oroszlán fókákkal nem barátkozom. Rázta fejét zödön. Vadászokkal és kalózkapitányokkal meg pláne nem. Ez most mindegy. Inkább virágot kéne szednetek, hogy fel tudjuk díszíteni a kupacot Titus tiszteletére. Addig mi Hildával becsomagoljuk az ajándékot. Szerencsére így nyár vége felé sok-sok színes virág nyílt a réten. Zödön szedett is egy nagy csokor pókliliumot, Valér egy kazal cakkos náspángot, Béla bá pedig egy egész bokornyi macskapertlit. Ja, és Fityírc töptő útszéli rongyikát, tudjátok, aminek azok az egészen pici fehér virágai vannak. Mire hazaértek, az ajándék szépen becsomagolva díszelgett a kupac tetején. Hilda még egy nagy vadrépa tortát is süt Titusnak, újságolt a barátainak pofánka. Itt valami ünnep készül, nézett körül csodálkozva Titus, amikor nem sokkal később megérkezett a bogáncs focizásból. Éjje, Titus, éjje! Kiáltották egymást túl kiabálva a kuflik. Boldog születésnapot! Nyújtott át az ajándékot Hilda és pofánka. Titus izgatottan bontotta ki a csomagot. Bárcsak bokornak! Az meg miféle növény? Attól függ, mit kívánsz, mikor elülteted. Ezért hívják így. Ha azt mondom, bárcsak mákos rétes lenne, akkor mákos rétes bokor lesz belőle. Így van, bólogatott Titus. Pont 7 darab van az acskóban, mindannyiunknak jut egy. Szó se lehet róla, ez a te ajándékod, Titus. Tiltakoztak a kuflik. Ti is tudjátok, az a legjobb ajándék, aminek mindenki örül, mondta Titus, és sorban mindannyiuknak oda nyújtotta az acskót. Majd elássuk őket a kupacunk mellett, mondta barátainak, és akkor mindenkinek lesz egy saját külön bárcsakbokra. De majd csak tortaevés után, jó? Jegyezte meg halkan zödön. A kuflik letelepedtek hát a fűbe. Hilda felvágta a vadrépatortát, pofánka meg vakon tövis szörpöt töltött a poharakba. Azt hittem bárcsak bokor, csak a mesékben létezik. Dünnyögte teleszájjal Valér. Mondta csámcsogva Béla bá, ami épp úgy jelenthetett igen, mint nemet. És ezután már nem hallatszott más, csak rákcsálás, zörcsögés, meg a napfényben nyújtózó virágok neszezése. Kedves utasaink,
Itt a kapitány beszél. Épp az elhagyatott rét felett repülünk. Meg tudjátok mondani, melyik fa, melyik gufliné lehet?